Szerda késő délután óta hófúvások nehezítik Fejér megyében a közlekedők dolgát, emiatt számos baleset történt. Késő délután a 62-es főúton Seregélyes Szőlőhegy közelében egy távolsági autóbusz és egy személygépkocsi ütközött. A busz az árokba csúszott, a személyautó az árokparton a busz jobb hátsó részéhez szorult. A tűzoltók egy sérültet szabadítottak ki a roncsok közül, akit a mentők életveszélyes sérüléssel szállítottak kórházba. A buszon a sofőrrel együtt 15-en ültek, közülük senki sem sérült meg. Éjszaka a Zámolyt Székesfehérvárral összekötő úton összesen 21 személygépkocsi és 10 kamion akadt el. Kimentésük után az utat lezárták. Tegnap este lezárták a Zámolj felé vezető útszakaszt, ugyanis a hóátfúvás miatt járhatatlan az út. De nem csak a Zámolj felé vezető út van lezárva, hanem az Alcsúdoboz és Etyek, illetve Bicske és Csákvár közötti útszakasz is. Az Országos Meteorológiai Intézet narancssárga riasztás adott ki Fejér megyére, a széllökések sebessége meghaladhatja a 90 km/h-t is. Ezek a felvételek Seregélyes Szőlőhegy és Perkáta között készültek. A késő délelőtti órákban csak egy sáv volt járható. Több kilométeren át torlódott a forgalom, amíg végül eltakarították a hóakadályt az úttestről. Az M7-es autópályán a Balaton felé vezető út fehérvári szakaszán több mint 10 autó karambolozott. A másfél napja tartó rendkívüli helyzet kezeléséről tanácskoztak ma a megyei védelmi szervek képviselői is. Több száz ember dolgozik azon, hogy járhatókká váljanak az utak. Összefogott az irányítás a katasztrófavédelem irányításával. Azt gondolom, hogy néhány órán belül azok az útszakaszok, amik nehezen járhatók, felszabadításra kerülnek. A lezárt utakra pedig azt tudom ígérni, hogy amint a szél eláll, akkor ott a közútkezelőnek az összpontosított erőivel meg tudjuk nyitni azokat az utakat is. Azok, akik autóval indulnak útnak, mindenképpen tájékozódjanak az utak állapotáról. A hófúvások miatt ugyanis egyre több útszakasz járhatatlan volt a kora délutáni órákban. Sárosd és Sárkeresztúr, Perkáta és Adony, Sárbogárd és Mezőfalva, továbbá Bicske és Mány között leállították a forgalmat.